Kávét kértek? Én kérek. Koffein, ez mindig jó. Na, mi lesz akkor? Mindig az érdekelt, hogy működik a világ. Uh-huh. És ezért végeztem az egyetemeimet, ezért voltam kutató évekig, évtizedekig, meg tanár az egyetemen, mert ez érdekelt. Ez érdekel, de az ember ott nem találja meg, ezt csak a természetben találja meg. És itt, ahogy az ember figyeli a természeti rendszereknek a működését, nagyon sok mindenre rá tud jönni. Tehát aki villanymotor, de mihajtsa, annak azt javaslom, hogy jöjjön ki, és a természetben megtalálja. És hál' Istennek... Tehát tele van az internet jó anyagokkal. Tehát nincs jó meg rossz a világban. Az internet is egy kés, amivel lehet operálni, meg lehet ölni. Tehát lehet használni jóra. Tehát olyan munkák vannak fenn, amik soha nem fognak bekerülni a kötelező oktatásba. De alapvető tudások. A másik, amit el kell mondani rólam, hogy 5 fiam van, és nagyon igaz, hogy 2 családból, de nagyon büszke vagyok rájuk, és csodálatos gyermekek, és amire a legbüszkébb vagyok, az a 2 asszonyomnak a viszonya. Tehát az, hogy a második alamból származó középső fiamnak a keresztanyja az első feleségem, erre nagyon büszke vagyok. Kevés dolgra vagyok büszke, de erre igen. Tehát, hogy ilyen emberi kapcsolatokat is lehet csinálni, amit tényleg a szeretet vezérel. A harmadik, amire büszke vagyok, hogy általában nem csak dumálok, hanem be is tartom azt, amiket mondok. És nem azt mondom, hogy mindenben, nagyon sok mindenben, amiben nem vagyok hiteles, de én úgy érzem, a legfontosabb dolgokban hiteles vagyok, és ezt... Az a kérdés, oktatás. Van 4-5 előre vagy gyakorolt kérdésünk, meg néhány spontán. És hány embernek teszitek van? Hanem megnézzük a kiadóban, meg hát elküldöm neked is. De akkor... nem az, hanem hogy másra is csináltok. Hát most veled, amúgy már szeretnék másra is. Jó, mert ez jó lenne egy sorozat, hogy ki mit szeretnék, gondol, hogy ez igen. A legdurvább a mai világban. Hát igen. Én oktatom őket, látod. Apa, nagyon okosak. Amúgy igen. Hát figyelj, ő állítom, hogy több gyógynövényt is, mint bármelyik hallgatom. Te nagyon tűnjél. Apa, menjünk már fel. Hát menjél, hol a nagy biciklid először, és szedd elő, menj fel anyádért. Jaj! Tényleg, Mátyás elmondta, hogy van nagy biciklid. Igen, a bazinai. Igen. Zöld. Igen, zöld, nem? Kék. Kék. Hiába mondja, nem figyelünk, látod, milyen lehet nekünk? Ezek a felnőttek. És mi a megoldás szerinted? Az otthontanulás, a... Otthontanulásra még nem elég érettek az emberek. De megnézheti... Az kell, hogy legyen mit tanítani. Most mi az Isten tanítanak? Hogy basszák át a többit, vagy hogy kell sörözni, meg közben nézni a tévét? Hát emiatt nem mernek az emberek otthon tanítani. Uh-huh. Nincs mit átadjanak. Hát hiányzik. Az a baj, először is hiányoznak a valódi tudások. Ezt a gyerek az ősztokból érzi, tehát lázat kapásból. De itt a legnagyobb baj a versenyben, mert beszélünk róla, csak akkor van valami felvétel. Van, ezzel fölveszünk. Szóljál, hogyha indulhat. Mehet. Csapó, zöld, bolgó. Igen, azt hiszem így szoktam, hogy... És akkor ezt most már halljuk. Hát a legnagyobb gond az nagyon egyszerű. A természetben nincs verseny. A természetben együttműködés van. Minden rendszer, mindegyik tagja együttműködik a többivel, és az együttműködés teszi őket többé, mint az egyedek. Tehát együtt a rendszer nem összeadódik, hanem összeszorzódik. Na most a kötelező oktatás az azt csinálja, hogy elkezdi versenyeztetni a gyerekeket. Rögtön az elején. És ez egy abszolút természetellenes dolog, ha megnézed például a népi játékokban nincsenek versenyek. Tehát a magyar népi játékban nincs verseny. Tehát mindenféle olyan sportok vannak, olyan mozgások, olyan együttlétek, ahol az együttlét a fontos és az együttműködés. És mégis akár erkölcsi tanítások vannak mindegyik játékban. Tehát hogy védd meg a hazádat, tehát elképesztő tanulságok. És ehelyett elkezdenek teljesen fölösleges tudásokat beléjük diktálni, hogy néznek ki, mit tudom én, Dél-Amerikában a folyók, meg a madarak,
nem élete meg a mit tudom én micsoda, a királypingvinek nem élete, tehát ez egy teljesen használhatatlan tudás, ellenbe súlykolják az emberekbe. Tudom, gyerekek, de most el kéne pucoljatok villámgyorsan. Mit szóltok az ötlethez, hogy tudjunk beszélgetni, jó? Gyorsan nézzétek meg a medencét. Na, tehát még egyszer mondom, tulajdonképpen ez a hiba, és ez nyilván, hogy ez kell, hogy legyen a megoldás. Tehát újra úgy kéne nevelni a gyerekeinket, hogy együttműködésre. Tehát, hogy és az együttműködéshez szükséges tudást szívják magukba. A többit beléjük kell verni. Tehát ha valaki lelkesedéssel tanul, de hát ezt elmondja a barátod is, ha valaki lelkesedéssel tanul, az egy hihetetlen hat. Tehát az együttműködésnek a lényege a természetben nyerni a stratégia. Tehát ezt már azért közgazdaságtanban is kezdik elővenni. Ez a nyer-nyer, ez arról szól, hogy mind a két félnek jó. Mind a két fél magasabbra kerül tőle, mint előtte. Most a jelenlegi stratégia, a versenynek mindig vesztesei vannak. Egy győztesen az összes többi vesztesek. Most gondold végig. És ráadásul ez a stratégia arról szól, hogy taposd el a másikat, átsál neki, előzd. Na hát például ő is azért volt ilyen sikeres, mert nem azzal telt a gyerekkorai folyamatos a verseny. Tehát ilyen egyszerű. Tehát a versenyben ráadásul egy csomó lelkísérülést lesz. Hát kialakul ez a nem vagyok elég jó, ami mindnyájunkban benne van. Tehát itt ezek a durva dolgok, meg ezek veszik el az életenergiát. Másik pedig az, hogy az embernek a működtetője, a benzinje, az maga a lelkesedés. Tehát addig él, ugye van ez a magyar népdal, hogy addig élek, amíg bennem zeng a lélek. Tehát ez a bennem zeng a lélek, ez a lelkesedés. Az ember jó kedvel kell föl, mert minden nap az új feladatot várja, az új kihívást, ami lelkesít, és hát ma hány ember kell így föl szerinted ebben az országban? És itt kezdődnek a nagy bajok, mert az azt jelenti, hogy folyamatosan életenergiát veszítünk. És ezért van az, hogyha megnézed egy állatnak az életgörbéjét, az egy éves kortól 20 éves korig mondjuk egy lóban alig veszed észre a mozgásán meg a viselkedésén, mert zeng benne a lélek. Érted? Tehát egy éves kortól 20 éves korig gyakorlatilag 100% teljesítményt ad. Megnézed egy embert, az körülbelül elér ilyen 18-20 évesen a maximumot, és onnantól folyamatosan hanyatlik. Folyamatosan megy lefele. És ez az ellopott idő és ellopott életminőség, ez van a versenyben. És hogy tudnád akkor csinálni? Hogy fogod például a te gyermekednél csinálni az oktatást? Oktatod őket itthon, magániskolákba adod, állami iskolákba? Nem oktatod egyáltalán? Ahhoz, hogy ez tényleg meg lehessen valósítani, ahhoz közösség kéne. Tehát egy ember szerintem nem tudja, még egy család se tudja a gyerekét tisztességesen nevelni. Tehát egyszerre régen ott voltak a nagy családok. Tehát ez is marhára hiányzik nekünk, hogy nincs akinek odaadjuk a gyereket, hogyha bármi olyan dolog van. Tehát ez egy óriási segítség lenne a nagyszülő, de vagy csontá hűlve oda tapad a győzikesó elé, vagy szociális otthonba ülve. Tehát nem lehet használni az öregeket. Nem lehet használni az öregeket, pedig, és ez az oktatásnak a másik lényege, a hiteles tudás. Tehát az öreg az a korával hitelesíti a tudást. Tehát ha mondjuk 72 év egy ember öltő, 72 évet, aki végélt, az már az életével hitelesíti, hogy túl nagy hülyeségeket nem csinált, mert akkor elment volna már jóval korábban. Tehát ezeket az embereket ma nem használjuk. Régen ezek az emberek voltak a legértékesebbek egy faluban. Ugye a vének, a bölcsek tanácsa, a vének tanácsa, ma semmilyen nincs, ma ilyen taknyos üzék vannak mindenhol, pozícióba, tojáshéje seggükön, amivel semmi baj nincs, csak még magát se tudja vezetni, az órát nem tudja kifújni, és miniszter lesz belőle. Tehát ezek nem normális dolgok. És mi akkor a megoldás? Mit tehetek a gyerekeim, ha nem szeretem, hogy teljesen tönkre tegye az oktatási rendszer? Én elmondom, hogy én mit választottam. Van Pécsen ez az iskola, ahol van egy olyan tanterv, tehát vannak ott normál tantervű osztályok is, van olyan is, hogy csak vizsgázni kell bejárni, meg van olyan, hogy havonta egy hétre oda kell menni. Tehát én ezt választottam, részben imádom a Balatont, és nagyon hiányzik, tehát az, hogy én egy hétre le fogok menni, minden hónapban az nekem egy nyaralás lesz. És így a gyerek közösségben van. Tehát ez nagyon gyereknek nagyon fontos a közösség, hogy megmérje magát.
Most ez a közösség nem arról szól, hogy folyamatosan versenyeznek, hogy kinek van Nike cipője, meg mit tudom én, milyen mobiltelefonja, hanem kialakul egy együttműködés, ami ösztönből kialakul minden gyerek közösségbe, és ha felnőttek nem nagyon pofáznak bele, akkor működik is. Tehát én ezt látom, vagy ezt találtam megoldásnak. Az igazi megoldás az az lenne, hogy egy közösségen belül mindenki azt tanítja a gyerekeknek, ami őt lelkesíti. Hát ez a hiteles példa. Tehát az a baj, hogy nem hitelesek ma a tanárok. Azért legyél boldog, ő meg besavanyodva, meg bőrbeáttal, meg depisen, meg marékszámra falva a gyógyszert, és akkor a gyereket, ugye gyereknek meg diktál, hogy legyél boldog. Ez nem működik. Tehát én ezt látnám fontosnak, hogy először rendbe kell magunkat tenni. Tehát ez egy nagyon fontos sorrend. Tehát ez ami évezredek óta meg, hogy váltsuk meg a világot, ez nem működik. Tisztesen. Írt nekünk egy hölgyem, elvileg az oktatási rendszerből ismert téged régebben, és az ő kérdése az volt, hogy mielőtt megismert téged, teljes szívvel lélekkel tudott oktatni. Aha. Amikor megismert téged, és azt mondta, hogy kicsit felébredt arra, hogy tulajdonképpen mit is csinál, már annyira nem tud. Mit tudnál mondani az oktatási rendszerben dolgozóknak, mit csináljanak? Ez felvételről megy? Igen. Hagyjanak ott csapott papot, és meneküljenek el. Egyébként ezt most viccesen mondtam, de ez az igazság. Tehát nem sokára beér az oktatásba, a kötelező oktatásba az a generáció, amilyen a nagyobbik fiam is láthat, hogy mekkora szeme van. Erről lehet őket megismerni, ez a világra rácsodálkozó nagy szem. És ezek egy perc alatt szét fogják törni az oktatási rendszert. Tehát ezek már nem úgy működnek. Nekem 5 fiam van, a legidősebb az 26 éves, meg 24 éves. Tehát ők, nekik még lehetett parancsolni, lehetett határokat szabni, stb. Én nem változtam, a gyerekek változtak. Tehát ezeknek már nem nincsenek korlátaik, nincsenek határaik, nem fogadják el. Tehát inkább beletörnek, belebetegszednek, de nem fogadják el azt, hogy csak. Uh-huh. És ha ezek bekerülnek... Tehát a pedagógusoknak meg azt üzenem, hogy váljanak gyereké. Uh-huh. Tehát próbálják meg a gyerekek szemével, vagy a gyerekek szemébe tükrözve meglátni az ő munkájukat. Próbálják meg végiggondolni, hogy tényleg szükség van-e arra a sok tök felesleges ismeretre, amivel tömik a fejüket. Tényleg meg kell-e felelni azért a kis csicsókáért, amit kapnak azért a semmi bérért, tényleg érdemes a bérbe adni a fenekülket. Tehát ez kéne, vagy inkább a lelkiismeretükre hallgatnak. Szóval Én azt mondom, hogy hallgassanak a szívükre. És akkor nem lesz semmi gond. Minden rendszer, tehát minden meg lehet oldani a világban. A legkeményebb helyzetben is embernek lehet maradni. Ez egy nagyon kemény helyzet, amiben ők vannak. Egy kettő szorítás, ugye egyfelől az állam erőszakolja bele az egyre újabb tananyagot, amire semmi szükség nincs. Másfelől ugye a szülők, amiket ugye rajtuk próbálják meg bevasalni azt, amit nekik kellett volna, hogy neveljék meg a gyereket, meg mondjuk köszönjön az a gyerek, meg egyebek. Hát én ezért jöttem el az egyetemről, mert végén már ezt untam, hogy nekem kell megtanítani 20 éves körülöket köszönni. Tehát ez harmad részről pedig ott a gyerek. És a gyerek az egy nagyon komoly felelősség, és egy karmikus felelősség. Tehát egy ember, egy másik ember életébe beleavatkozni, az egy karmikus felelősség, és ha az ember elrontja, az egy karmikus teher. És visszanyel a fagyi. Tehát én azt mondom, hogy hallgassanak még egyszer, és hangsúlyozva, hogy hallgassanak a szívükre, hallgassanak a lelkükre, ne engedjék. Tényleg azért a, mit tudom, 150 ezer forintért, 200 ezer forintért, hát ezek csicsókák, ezek nevetséges pénzek. Ezért ne adják tönkretenni a lelküket. Tiszta sor, és milyen alternatíva lehet? Mert ugye az rendben, hogy beadom egy hétre Pécsre a gyerekemet, mit tudok csinálni vele a másik 3 hétben? Hiszen a legtöbben főállásban dolgoznak, és nem tud mit csinálni a gyerekkel, és babysitter funkció. Figyelj, ha valaki főállásban dolgozik, azzal nem tudok mit kezdeni. Tehát először is egy nőnek 7 éves koráig ott kéne lenni az a gyerek mellett. Tehát ott nincs kérdés, és nincs ilyen, hogy demert csak. Egyébként a másik pedig az egy barátom, egy kis
Dáva menti falunak a polgármester, és ő annak idején csináltatott egy ilyen kutatást, hogy mennyit keres az a férfi, aki eljár dolgozni a mit tudom, elektromos orszörtejtőgyárba, ezért megy reggelente egy másfél órát buszozik, letolja 8 órát, hazafele másfél órát buszozik, tehát 8-9 órán keresztül nem látja a családja, utána beül egy sörre a tévé előtt, mert az egész teremtő erejét elvonták ott a munkahelyén. Tehát mennyit keres egy ilyen ember, illetve ha forintosítod azt, hogy az asszony otthon mos, főz, vasal, hajat vág, stb., az mennyit keres, és kb. Olyan másfélszer annyit keres a nő otthon. Tehát én azt tudom mondani a nőknek, hogy maradjanak otthon. Ők a felelősek a fészekért, ők a felelősek a család növekedésért. Ez legyen náluk egy lelkiismereti kérdés, hogy most nem a legújabb, mit tudom én, milyen cipőt meg műkörmöt veszik meg, hanem a saját családjuk növekedésért. Valahol feláldozzák magukat látszólag, de ez azért nem igaz, hogy feláldozzák magukat, mert így lesznek boldogabbak. Tehát én azt javaslom, hogy mindenki végre kezdjen el a lelkére hallgatni. Hát egy nőbe pláne, a nő az egy ösztönlény. Férfi az egy agyvezérelt, egy szellemvezérelt valami, a nő az egy ösztönvezérelt, egy lélekvezérelt valami. Tehát oda kéne figyeljen a lelkére, és főleg amikor gyereke van, ugye áldott állapotba kerül. Nem véletlenül mondta ezt a magyar. Ez egy áldott állapot, ez egy hihetetlen boldog állapot lenne, ha nem vernék egymásba a félelmet, meg nem néznék a Facebookot, hogy háromfejű nőt szült, meg mit tudom én micsoda, akkor, vagy háromfejű gyereket szült, akkor nem lenne ez a stressz. És ha nem lenne ez a stressz, ez egy végtelenül boldog állapot lenne. Tehát itt valamelyik előadásom után oda posztolták, hogy hát nem olyan egyszerű szülni, meg ő vajudott 25 órát. Hát akkor hülye, érted? Egy normális nő nem vajudik 25 órát. Mert nem ez a normális. Nem ez a normális. A feleségem megszülte otthon mindhárom gyereket, 1 óra meg 2 óra vajudása. Nem kell, nem kötelező. Ha félelmek vannak benne, görcsök vannak benne, persze, hogy ilyen nehezen szül. De minden, az emberben félelem van, minden nehezen csinál. Láttál-e néhány olyan történetet körülötted, ahol sikerült összehozniuk az embereknek a lelkesedést és a munkájukat? Mert legtöbbnél ezt látom ilyen nagy különbségnek, hogy csinálnám, amit szeretnék, de pénzt kell keressek, és ez az állandó mentség. Láttam. Általában ezek olyan emberek, akik kimentek vidékre, de úgy, hogy nem égettek fel minden hidat. Uh-huh. Tehát én ilyen szempontból nagyon rosszul csináltam. Nekem volt egy nagyon jó menő cégem, annak a hasznából vettem ezt a földet is kapásból 80 hektárt, ami egy nagy hiba volt. Tehát egy kicsi tanyát kellett volna venni, vagy egy kis házat egy falu szélen, és onnan elindulva terjeszkedni, mert természet is így működik. Én ma azt csinálnám, hogy, hogy egy ilyen kis faluba, ilyen 30-40-50 lelkes faluba, amivel tele van az ország, egy ilyen kihaló faluba, elkezdenék a barátaimmal egy-két házat megvenni. Oda mennék, de úgy, hogy akár internetről tudjak dolgozni, akár pár napot bejárni egy héten, és dolgozni. És azért azt el kell mondjam, hogy ma az építőanyag árnak a töredékért, tehát ilyen negyedért, nyolcadáért lehet házat venni telekkel. Tehát 1-2 millió forintért szokták ma az udvart leburkolni. Ugye ez a térkövezés, ez kb. 1-2 millió forint, a bejáró plusz udvar. Na most ennyiért lehet Magyarországon portát venni, gyakorlatilag teljesen felszerelt portát, csűrrel, disznóollal, stb. És olyan kerttel, ugye régen úgy volt a kert megoldva, hogy a gabonán kívül mindent megadott. Tehát akkora volt a mérete, hogy minden jöjjön le róla. Tehát ez a majorságra is vonatkozik, kacsa, tyúk, liba, stb. Nyúl. Na most én azt csinálnám, hogy egy ilyenbe kiköltöznék, ha lehet, akkor több ember. Tehát ez nagyon fontos, hogy ne egyedül. Ha lehet, akkor több család. És beosztanám, hogy ki menjen el dolgozni, és mikor menjen el dolgozni. Ha az ember kiköltözik, akkor egy töredék pénz elég. Töredék. Tehát ilyen tized részéből meg lehet élni. Tized részéből. Nincs mire költső. És a másik pedig
az a baj, hogy mindenki azt hiszi, hogy nem tud miből megélni, hogy nincs munkája, egyelő nincs megélhetés. Ez egy megint egy ilyen fejünkbe ültetett idol, ugye? Nem is tudom, hogy hívják ezt a videót? Melyik az amerikai idol? Nem. Van egy, ez a Julius Anders, vagy... Igen, Julius Anders. Julius Anders. Na most az használ egy ilyet, hogy idolokat, ilyen, nem is tudom milyen idolnak nevez, szellemi idolokat, vagy valami. Tehát ilyen jól felépített hazugságok, amiket eladnak nekünk, hogy munkahely egyenlő élet. Ha áram van, minden van, hát te is olvasod. Ha villany van, minden van, ugye ezeket te is olvasod. Ezek idolok. A szemünk sarkából ránézünk, vagy meghalljuk a rádióba, és hát ha 21-szer meghallasz egy ilyet, akkor beépül állandó kapcsolatként az agyadba. Tehát most egyelőre a félelem miatt nem merik az emberek megcsinálni. Tehát egyszerűen a szükségből indulnak ki, a szükség. Tehát ott van a magyar nevében mindennek a valódi jelentés. Tehát a szükség az azt jelenti, hogy valamiből nincs bőség. Na most a teremtésben mindenből bőség van. Tehát úgy van fölépítve a teremtés, hogy mindenből bőség van. Csak az agyunk tud szükséget csinálni. Most gondold el, hogy több tízezer, meg több százezer éven keresztül megéltek az emberek kényelmesen abból, amit adott a Föld. Ha nem kényelmesen éltek, nyomor volt, járványok voltak, az amögött mindig ott volt a háború. Tehát mindig ott volt. Tehát normálisan soha nem volt éhínség. Ez mindig egy ilyen mesterséges dolog, mint amikor a Írország felét elpusztították ugye az éhínségek, mert az angolok felvásárolták a krumplit. Tehát vagy háború, vagy ilyen célzott idegméreg, ugye, de normális esetben bőség van. Tehát ha több százezer éven keresztül megélt az emberiség egy ekkora kertből, akkor miből gondoljuk, hogy ma nem megy ez? Mi változott meg? Az emésztőrendszerünk, vagy a növények, vagy érted? Tehát semmi nem változott, egyedül a fejünk állt át a szükségre. Tehát én azt mondom, hogy ha azt meg tudja egy család csinálni, hogy a nők otthon vannak és nevelik a gyerekeket, és a férfiak egy része ugyanolyan, hogy régen eljárt vadászni. Mert régen is ez volt a modell. Férfiak azok eljártak, csavarogtak, vadásztak, hordták, védték, stb. A nők pedig a fészekért voltak felelősek. Tehát ugyanezt egy... Ami nagyon fontos lenne, az a női közösségek, amik teljesen szétverődtek pont a verseny miatt. Érted? Versenyeznek ilyen 20-osztályú faszikért. Érted? Uh-huh. És ezért csinálják a műkörmöt, meg a szilikoncicit, meg a többi ízét. Tehát ezzel a legalját lehet bevadászni az embereknek. Ezért szörtejtik magukat. Milyen női közösségekre gondolsz? Melyik lenne a legfontosabb? Női körök. Hát figyelj rám, ugye régen az volt, hogy a lányok, na volt egy ilyen leányvállás, leányásertülés. És akkor, hát ez, tehát amikor az első virágzása volt egy lánynak, ugye akkor fogadta be ez a női kör tulajdonképpen, és élete végéig egy női körnek a tagja volt. És ezek hihetetlen sokat segítettek egymásnak. Hát például egy, amit ma nagyon rosszul csinálunk, ugye, tehát szülés előtt mozogni kéne az utolsó pillanatig. Tehát hány ilyen hall az ember, hogy kapálás közben szülte meg az anyám, vagy a nagyám a földön, stb. A földszélén. Na most ez a normális. Ellenben ma, mint veszélyezt, nem mozognak a nők, ezért mindenféle probléma van, meg elkezd nyílni a méhszájuk, gyorsan bevarják őket be egy kórházba. Na most viszont onnantól kezdve, hogy megszült a nő, onnantól kezdve 6 hétig sehova nem mehetett, ez volt a gyerekágy. És a gyerekágynak az volt a lényege, hogy körülbelül 6 hét, amíg helyre mozdulnak a szülés után az ízületek, szövetek, tehát ha 6 héten belül bármit csinál, emel, mit tudom, de gondold el, még az ágytálát is a komaasszonya vitte ki, vagy az anyja, vagy az anyósa. Tehát semmit nem mozoghatott. És ha ebben az időszakban ha elindítunk egy hipotetikus példát, hogy vagyunk hárman, három család barátunk, és középes osztályba keresünk, és kinézünk egy ilyen 40-50 fős falut, ahol ilyen 1-2 millió forintért tudunk venni valamit. Hogyan tovább? Hát nagyon fontos a közösség mi az egymás, tehát hogy tényleg közösségé váljon. Most a közösségnek tulajdonképpen két kulcsa van, a közös cél,
Tehát, hogy az most legyen a célja az embereknek. Tehát ezért válnak el ma az emberek, mert egy darabig közösen visz az útjuk, közös cél van, és utána tényleg az a tisztességes. Ha megszűnnek a közös célok, akkor ne húzzátok egymást ideig tovább, váljatok el. De ez a legfontosabb, a közös cél, és a közös rítusok, a ritmusa az egész rendszernek. És ha ezt tudják tartani, akkor ebből egy nagyon erős közösség tud kovácsolódni. És ezt hogyan tudják? Hogyan tudnánk végigvenni egy ilyen elméleti példát? Hát végig kell gondolni a közös célokat. Tehát minél pontosabb ez a közös kép, annál inkább fog működni a közösség. Ha nem szólnak bele külső erők, tehát például egyházi, tehát vallási dolgok, stb. Tehát a legtöbb helyen ezt látom, hogy ami szétszedi a közösséget és megossza, az vagy a vallás, vagy a politika, vagy ezek a dolgok. Tehát mindig kívülről jövő támadás, nem belülről. Instabil egy közösség. És hát figyelj, a gyerekek azonnal elkezdenek majd bandázni, meg azonnal elkezd működni. Ez a hipotetikus, én azt mondom, hogy ha megvan az a cél, hogy mondjuk csak annyi a cél, hogy szeretnénk a gyerekeinket normálisan felnevelni, normális környezetbe, nem félelembe, nem mártékba, stb. Ez már önmagában elég, hogy összetartsa egy közösséget. Hány család kellene ahhoz, hogy legyen olyan közösség, hogy létre tudjon jönni a saját oktatási rendszer? Hát figyelj, régen nagyjából ez a tízezes rendszer működött, és 10 falu, az fel is épített, egy 10 nagy család fel is épített egy falu. Tehát én azt mondom, hogy az olyan 7-12 közös stabil. Tehát ennyi kéne, de már szerintem 3 család meg tudja csinálni. De hát ez a mai világban nem egy egyszerű játék, ezért 3 olyan családot találni, aminek közös a cél. És hogy keresnél, hogy szűrnéd, hogy kivel igen, kivel nem? Ma hogy csinálnám? Igen. Hát figyelj, ma elkezdeném kicsibe, azt követném, amit az öregeink, hogy ahol leszúrom a botomat, ott van a világ közepe, tehát nem én keresgélnék, hanem azt mondanám, itt az ászló, aki akar alá, mellém áll. Tehát így csinálnám, és úgy látom, hogy aki így csinálja, annak nagyjából. De van egy olyan kulcsa mindennek, hogy a megmaradás az úgy néz ki, hogyha élve többet érsz, mint halva. Tehát mi nagyon sokat gyógyítunk, nagyon sok embernek segítünk, és tulajdonképpen senkinek nem érdekel, hogy minket eltüntesse. Úgyhogy ez a szerencsénk, és ha jól csinálja valaki, akkor ezt meg lehet csinálni, nem csak úgy, mint mi, hogy gyógyít. Nekünk a fő kulcs az a gyógyítás ebben az egészben. És minket ezért hagynak életbe, de hát ez lehet akár egy földépítészet, lehet az, hogy a mezőgazdasági technológiákat tudsz, ami előre viszi ott az embereket, tehát ez bármi lehet. Bármi lehet. Tehát akkor, ha jól értem, nem azért csoportosulunk össze egy közösségbe, hogy neki menjünk a rendszernek. Tehát nem rendszer ellenesként, hanem, ha jól értem, egy másik rendszert létrehozni. Figyelj, van egy odvasfa, ami már épp hogy tartja magát. Most az emberek egy része az azzal foglalkozik, hogy mindenáron konzerválja a fát, telenyomja betonnal, alátámogassa, a másik része pedig húzza le kötéllel, hogy minél előbb legyen vége a fának, érted? És mindenki az újulaton tapos. Uh-huh. Tehát itt az lenne a fontos, hogy tök mindegy, ez a fa, ez ki fog dőlni, ez időkérdése. Ami lényeg, hogy az újulatnak ott kell lennie alatta. Tehát azzal kéne foglalkozni, tehát nem szabad a rendszerrel küzdeni. Tehát ez olyan, mint amikor tele van jégszörnyekkel a világ, te meg nekiállsz jégcsákánnyal szétverni. Nem, meg kell várni, amíg tavasz lesz, és elolvadnak a jégszörnyek. Tehát semmi baj nincs ezzel, mert ebbe a világba megy tehát ebbe az irányba megy a világ. Tehát ez csak időkérdése, és még a mi életünkbe bekövetkezik. Én inkább azt látom fontosnak, hogy legyünk erre felkészülve. Mondja az mindig gondolj eszembe. Ja. Igen, ez a vásznakat szövünk, úgy van? Igen. Így készülünk csendes háborúlás, ott párunk, s vásznakat szövünk. Értem a struktúra, ez minimalizálni a kiadásokat, maximális időt nyerni, és az időben megtalálni, mi ez a tevékenység, ami lelkesít. Hát figyelj, ez nem nehéz, mert maga a teremtés lelkesít. Tehát ez az, amit ma nem tud csinálni egy munkáján. Tehát az, hogy ugye azt a munkafolyamatot csinálod a nap 24 óráját, ez nem teremtés, és
Figyelj, régen a paraszt fölkelt reggel, azt eszébe jutott, hogy nincs gerebéje. Azt délre kifaragta. De most ez úgy működne, hogy egy bizottság csinálj egy feasibility study-t, hogy megvalósítható-e a gerebje, érted? Akkor ha úgy döntenek, hogy megvalósító, akkor kiadják egy mérnök tímnek. De a mérnök tím is úgy működik, hogy az egyik mérnök csak a bal kettes gerebje fogat tervezi, a másik a bal hármas, stb. Tehát mindegyik, tehát nincs meg a teljes teremtési folyamat. Ugyanaz a szallagmunka van tanárként, mérnökként, nincs olyan ember, nagyon ritka a mai világban, aki teremt. És még aki látszólag teremt, mondjuk egy fazekas, az is ugyanazt a szart csinálja a 30 évig. Tehát nem teremt, még ő se teremt. Tehát még a kézművesek se teremtenek. Az is sorozatgyártás. Tehát valahogy a teremtés az úgy kezdődik, hogy van egy tanyám, reggel felkelek, ugye van ez az aranyóra reggel. Ez egy óra hosszat, ami történik veled, körülbelül olyan lesz a napod. Tehát ez egy mágia, ugye, hogy azt akkor jól meg kell élni, és akkor a napod rendben lesz. Most ez alatt a paraszt kiganalizott mondjuk az istálóba, és közben felépítette a napját. Ez egy ilyen mély meditáció. Magából is kirakta a ganét, meg közben tervezgetett. És utána elindult a napod, de nem úgy, hogy beleállt egy kukorica sorba, és este kiálltál belőle. Tehát ez már az a paraszti kultúra volt, ami már nem volt paraszti kultúra. Emiatt ment tönkre a paraszti kultúra. Tehát a kapásnövények, a profit optimalizálás, a terménydaráló, a mit tudom én micsoda, a Weisbrand-Friednak a szarjai, tehát emiatt ment tönkre a hatékonyság miatt. Nem kell, hogy hatékony legyen. Miért kéne hatékony legyen? Azért, hogy 30 forintos kukoricát termesszél, ezért kell hatékonynak lenni. 100 hektáron is még abból se élsz meg. Tehát annyit kell amennyi, ami magadnak meg a családodnak elég. Ez pár sor mindenből. Hát a Gyula Ivánnak van egy szenzációs technikája, ez a ilyen mezőgazdasági technikája, ez egy technológiája, ez a mély múlcs. Egy 20x20-as kertből leveszi a családnak a teljes élelmiszer szükségletét. Ezt így is lehetne csinálni, érted? És úgy, hogy minden nő magától. Egy pár óra kapirgása ellátod magad, és a cél az én szemembe azért van ez a látszólagos rendetlenség, meg káosz, mert az én szemembe az, hogy próbáljunk meg oda visszatérni, hogy egy ilyen másfél óra munkával el tud magad tartani. Tehát a megélhetésed másfél óra munkával meglegyen, mint egy természeti népnél. Hát gondold el, másfél órát dolgozott, a többit közösségben volt, énekelt, táncolt, csupa olyan dolgot csinált, amit lelkesítette. De ez is, tehát egy kert az elképesztően tud lelkesíteni, ha nem monokultúrás, ha nem ugyanazt csinálod mindig. És reggel a paraszt fölkelt, volt egy kis állatokkal való bibelődés, volt utána egy kis kaszálás, utána volt egy kis, mit tudom én, terményeket szedett le, utána volt egy kis favágás, nem volt monoton a munkája, tehát teremtő munkája volt. És akkor ráadásul a teremtő munkát állandóan befolyásolta az időjárás, tehát tulajdonképpen az volt a sorvezetője. És a mozgásokat is, tehát ha megnézed ezeket a különböző mozgásokat, a kaszálásnak a mozdulatait, a favágásnak a mozdulatait, ez mind ma a gimnasztikának egy része. De vannak olyan időszakok, amikor inkább a gerinctorna kell, érted? Mondjuk a kaszálás, tehát nyári időszakban, amikor egy kicsit besűrűsödik a véred, meg mit tudom én, meleg van, stb. Tehát ez annyira kitalált dolog. Tehát ezeket kéne újra felépíteni, tehát ez a visszajövőbe, tehát visszamenni odáig, amíg még utoljára ezek tényleg úgy működtek, hogy pár óra munkával el tudtad magad tartani, mert ez a kulcs, teremteni jöttél a földre, és nem valamelyik droid gyárba csavarnak. Úgyhogy idáig kéne visszamenni. És ha ezt te meg tudod csinálni városon, ám legyen. Én elnézem ezeket az aranyi fiakat, hogy mit tudom én, pár óra tőzsdézéssel mindent megszereznek az élethez, csak az a lényeg, hogy utána a maradék idődben teremtsél. Tehát én ezt nem látom náluk. Ők tényleg másfél óra munkával letudják az életüket, csak nem látom a teremtő szakaszt. Tehát itt a kulcs, gondold végig, ez az egész föld nevű
iskola arról szól, hogy tanulj meg teremteni. És lehúzunk itt 70 évet úgy, hogy a közelében nem kerülünk a teremtésnek. Tehát maximum azt tudjuk megválasztani, hogy milyen színű Suzukit vegyünk használtan. Tehát ez nem teremtés. És ezt kicsiben azért meg lehetne csinálni. Tehát nem kell ennyire digitális, hogy most akkor kimegyek egy jurtába, és mit tudom én, a panelből a jurtába. Tehát ez nem is működik általában, tehát túl nagy szakadék. Tehát ezt meg lehet csinálni lágyan. Tehát az életben a kulcs az a lágy teremtés. Nem erőszakosan, nem törve zúzva, mert akkor nem hallod a visszajelzést. Tehát pont ez a baj, hogy az emberek zöme, az én is ezt csináltam Magfalvával. Ez recseget ropogott itt minden az elején. Beletoltam sok 100 millió forintot, és egyszer csak elfogyott a pénzem, és itt álltam, mint a Bráner a lakodalomban, hogy hogyan tovább, érted? És az élet maga rákényszerít a lágy teremtésre. Mindig, ha jön egy kis pénz, akkor valamit molyolok belőle, megdrótozzuk, összerakjuk. Tehát ez a lágy teremtés, ez lenne a legfontosabb mindenkinek, hogy kis lépésekbe megvárva a visszajelzést. Tehát nem az, hogy egybe. Tehát a paraszt is ültetett próbából, mit tudom én, abból a magból egy négyzetmét. Tehát azt, ha bevált, akkor lehet, hogy egy holdat bevetett vele. De nem az, hogy bevetek vele 100 holdat. És ma körülbelül így csinálunk minden. És mindenki így csinál minden. Tervezünk nagy álmokat, meg nézd meg, itt volt ez a bioetanol. Meg egyáltalán ugye ez az ökobio enviro, hogy most legyen a gázol, vagy dízelolajat csináljunk repcéből, meg ezért. Most figyelj, az elején még akkor az eltén tanítottam. Kiszámoltuk, hogy egy liter gázolaj előállításához kell 1 liter biodízel üzemanyag előállításához kell 1,8 liter gázolaj, meg még már nem emlékszem, de ilyen 40 liter körüli víz. Tehát ezek abszurdumok, érted? És behűítették vele az egész országot, meg a kutaknál lehetett kapni egy évig, vagy kettőig, óriási állami dotációval, és minden. Ezt én úgy hívom, hogy probléma fenntartó probléma megoldás. Tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy fennmaradjon a probléma. Tehát mint ahogy mit tudom, az ármentesítés folyik ma Magyarországon. Egyre magasabbra nyomjuk fel a gátakat, egyre nagyobb problémát csinálunk, egyre árvízveszélyesebb minden, és egyre jobban sírunk, hogy asszály van. Érted? Tehát ez egy tipikus, de ugye ez van az oktatással, ugye? Egyre több hülyeséggel tömjük a gyerekek fejét, és akkor mindenki diszlexiás, diszgráfiás, stb. Na most ezek megint nem nagy mágiák, mert egyszerűen arról szól, hogy ahelyett, hogy élnének a gyerekeink, és mozognának, és játszanának, ahelyett felkészítjük őket az óvodára. Az óvoda felkészít az iskolára, az iskola a gimnáziumra, a gimnázium az egyetemre, az egyetem a fasz tudja mire. És így megy ez az egész, és mennek tönkre a gyerekek. Na, tehát a gyereknek nagyon nagy szüksége lenne az öljátékokra. Ezt akkoriban kezdték el a gyerekek, amikor már tudta tartani a kis fejecskét. Az anyja vagy a nagyanyja ölébe ültette, és akkor elkezdte mozgatni a kis kezeit, lábait, ritmusra, hogy töröm-töröm a mákot, meg csip-csip csóka, ugye ez mind arról szólt, hogy tanítom egy mozgásra, bal oldal, jobb oldal együtt mozog, közben ritmusa van, közben hangok vannak, közben beszéd van, és összeidegződik a bal meg a jobb agyférteke. Ha ez kimarad egy gyereknél, akkor lesz diszlexiás. Most ebben nem tudom, mi az Isten van, tehát ezért mondom, hogy probléma, fenntartó probléma megoldás. Először csinálnak diszlexiás gyerekeket a bölcsödékbe, meg az óvodákban, meg egyebek, meg ugye otthon a hülye szülő, aki nem ér rá a gyerekére, és utána elviszi, sok-sok órája megy rá arra, hogy elvigyelje mindenféle pótképzésekre, amiből már soha nem lesz olyan, mint amilyen lehetett volna. És mindenhol ez van, ez a probléma, fenntartó probléma megoldás, és az egész pedagógia erről szól. És akkor, ami a legdurvább valahol ebben az egészben, ugye az ember korszakai vannak, a gyermeknek korszakai vannak, ugye 0-tól 7 éves korig az az anyának a korszaka. Tehát csak az anyával szabadna lenni. De úgy, hogy 2 éves koráig le sem szabadna válni az anyáról. Tehát a legjobb az, hogyha hordozókendőben van az idő zömébe. Utána 7-től 14-ig az apának, vagy a férfi mintaképnek az időszaka, és 14-től 21-ig pedig a saját közössége. Tehát kamaszkor, onnantól már nem fogad el semmiféle. Se az apja, se az anyja. Na most ezeket a korszakokat nagyon...
nagyon csúnyán keresztbe vágja az oktatás. Tehát először is ugye a 7 éves kor előtt már 6 éves korban azt a kölköt kötelezően elküldi az iskolába, de hát most nézd meg, hát ez a Fidesz kormányunknak a legújabb, vagy nem pár éves gyöngyszem, ez a 3 éves kortól kötelező oktatás. Hát ez egy őrület. És akkor elmondják, hogy ezt a cigányok miatt csinálták. Hát ne bassza már meg. És azért szívjon az összes szülő, mert van egy pár rendszer cigány. Érted? És sérülnek a gyerekek, és ezek nem úgy sérülnek, mint mi, ezek sokkal jobban fognak. Tehát 3 éves korában beadott gyerek, nagyon durva. Na mindegy, szóval ami a lényeg, hogy nagyon rossz helyeken vannak a korszakhatárok, és emiatt maga a rendszer már töri kerékbe a gyerekeket. És akkor arról nem beszélve, hogy a gyereknek nincs ilyen ritmusa, hogy 45 percig lelkesedek, a matematikáért kicsöngetnek, újabb 45 percig lelkesedek, a biológiáért kicsöngetnek, 15 percig a szünetért lelkesedek. Tehát ez egy totálisan elrontott valami, és ezért ilyen szar hatásfokú. Tehát én akkor döbbentem meg, amikor a nagyobbik fiam tanította, ez még az első alomból származó nagyobbik fiam, tanította a kisebbik fiamat rovás írni, hogy lesz egy titkos írás, és majd a szülők nem fogják érteni. És egy délután megtanulta a kölök a rovás írást. Volt valami 5 éves. És akkor miért kell a latin ABC-hez egy év? Pedig semmivel nem bonyolultabb a jelrendszer, egyetlen egy különbség van, hogy az egyiket lelkesedéssel tanulta, a másikat pedig kötelezően tanulta. Ennyi a különbség. És ugye ott vannak a ritmusok, tehát 21 éves korban egy felnőtt, felnő egy ember 21 éves koráig, és utána lenne a párválasztás ugyebár, és a gyerekek. Na most ez az időszak ma az egyetemre megy rá. Tehát a legtermékenyebb, legjobb időszak a fiúknak, lányoknak arra megy rá, hogy depissé tanulja magát, meg teljesen meghűl a vizsgai időszakokban. Én ezért hagytam abba az egyetemet, szóval én ebben nem vagyok hajlandó, én nem voltam hajlandó részt venni, hogy tönkreteljek embereket. Szóval az ember látja, hogy milyen gyerekanyag kerül be egy egyetemre, és utána látja a kimenetet. És ez tragikus. Ja, köszönöm. Én teljesnek érzem magam. Úgy érzem, minden kérdésre tudtunk válaszolni. Van-e még benned bármi, amit szeretnél zárszóként elmondani? Bennem? Hát figyelj, annyi van, hogy van egy másik nagyon fontos könyv, az Elveszett boldogság nyomában. Tehát ott le van írva, hogy kéne normálisan felnevelni egy gyereket. Tehát ugye ez a Jekána Indiának közt élt egy amerikai pszichológusnő, és hát leírja a tapasztalatait, hogy nincs sírás, nincsenek betegségek, nincs erőszak, egyáltalán nincs erőszak a közösségen belül. Tehát mindent a gyerekkor szab meg. És az egész életünk arról szól, hogy a gyerekkori sérüléseinket javítjuk. Az egész életünk. Akár tetszik, akár nem, akár el is fölik az emberek, akár nem, minden ez. Ezért van, hogy az Orbán diktátor akar lenni mindenáron, ezért van, hogy egy Gyurcsány az udvari bóc akar lenni mindenáron. Tehát ezek azok a minták, amikkel kompenzálják a gyerekkorukat. De minden embernél, nem csak ezeknél. És ha nem tennénk tönkre a gyerekeinket, ugye probléma fenntartó probléma megoldás, akkor nem lenne szükség, az egész egészségügyet lehetne, az egész oktatást, mindent lehetne a francba hagyni, és akkor nem kéne 16 órákat dolgozni. Mert ezeknek a rendszereknek a fenntartásáért dolgozunk ennyit. Ez olyan, mint a kórház, hogy azért, hogy megvessék azt az MR-t, az egy MR ma teljes kiépítéssel kb. 1 milliárd forint. Na most gondold el, hogy hány családot kell ezt tönkretenni, meg agyon dolgoztatni, hogy felépüljön ez az ember, ami majd konstatálja, hogy igen, ezt döggé hajtottuk ezt az embert, és lassan ideje leselejtezni. És minden így van. Amikor megcsinálták ezt a Trafipax rendszert, mit tudom, hány milliárdért, hány embert kell ahhoz megbüntetni, hogy visszajön az ára. Hány embert hajtanak bele a gyorshajtásba, kényszerítenek bele a gyorshajtásba, hogy rohanjon egyik munkahelyről a másikra, hogy kifizessék ezt a kurva védát. És ez az, amit úgy hívjuk, hogy probléma, fenntartó probléma, megoldás, és erről kéne leszokni. És nekünk az lenne a legfontosabb, ennek a pár generációnak, aki itt él,
hogy a gyerekeinket védjük meg, akár az életünk árán is, mert ők a jövő. Tehát ugye mindenki azt várja, hogy megújuljon a világ. Nem belőlünk fog megújulni ez a világ, minden gyereke újjászületik a világ. Tehát ha hagyjuk őket felnőni az Isten tenyerén, ahogy régen felnőttek, akkor ez a világ magától meg fog változni. És akkor nem kell semmi ellen küzdeni. Egyszer ennyit kell, szépen, süttyomba, itt a mélybe figyelni kell a magoncokra, hogy ne tapossák.